Köszönjük tehát Önöknek, hogy Johannes Amos Comenius, vagy Comenius Amos János, aki Szeges Jánosként született, visszatért nem csak Sárospatakra, nem csak a református kollégiumba, hanem a magyar életbe is. Szeretném leszögezni, hogy mi nem kívánjuk valamilyen magyar nemzeti mozgásból kisajátítani Comeniust, hiszen ő árva gyermekként a cseh-morva testvériség közösségében nőtt, gyarapodott, annak lett a püspöke. Őt méltán tekinti Morvaország nagy morvának, és ezt mi nem akarjuk elvitatni. De méltatlan lenne Comeniushoz, az igazsághoz, hogyha mi magyarokként továbbra is kitagadnánk őt. Hiszen az az ember, aki keresztségben a Szeges János nevet viseli, és aki az 1968-ban megtalált végrendelete tanúsága szerint, saját kézzel írott végrendelete tanúsága szerint, mikor az elmúlás pillanatára gondolva saját kezűleg áthúzza a Comenius nevet az aláírásban, még ki sem írja, csak az első két betűjét majd keresztül húzza, és aláírja a Szeges nevet. Tehát aki születésében Szeges János, és holtában Szeges János, arról talán az utókor is megemlíthetik, hogy Szeges János volt. Áldást és imád mond idősebb Irák Sándor. Kicsi maradt erdők fölött, rétegen át, mint a hét lepi vidékre, áldított a sován. És a eső, Comenius Sárospatakon eddig is itt hol volt, és ezután is itt hol lesz, most
már táblán. És hasznos a cselekedet a magyar közösségét.